Gonda Margarita 1928. január 4-én született az Arad megyei Tornyán. Gyermekkorában itt is járt óvodába, majd iskolába, ami, mint elmondta, nehéz volt, ugyanis csak az első évfolyamon tanult magyarul, utána románul kellett folytatnia. Ezt követően kitanulta a varrást egyik nagynénjétől, majd 5 évig egy konfekcióvarrodában dolgozott. Volt odahaza jószágunk is. A férjem az könyvelő volt, és ő mindig ment. Odahaza nem nagyon volt. Reggel korán ment, este jött, mindig volt valami dolog. Jószágokkal is foglalkoztam. Volt disznók, apróság, mindenféle tyúkok. Kerttel is egy kicsikét, mindig volt valami munka. Egy fiúk született, Tibor, aki még az 1980-as évek végén átjött Magyarországra, és itt Makon telepedett le végül. Az ünnepelt 2005-ben költözött a marosmenti településre, hogy közelebb legyen családjához, 3 unokájához. Nagyon szeret tévét nézni és olvasni, és mivel egyre nehezebben lát, a szemüveg mellett nagyítót is használ az újsághoz, könyvhöz. Szombaton nem csupán családja köszöntötte Margarita nénit, hanem a makói önkormányzat nevében Veszeliné Végső Henriett és Toldi János is. A két település képviselő a torta, a virág és Orbán Viktor miniszterelnök emléklapja mellett egy személyes meglepetéssel is érkezett. Mivel az ünnepeltnek 3 dédunokája van, így többek között egy olyan fényképtartót is kapott, melyben pont 3 fotó fér el.